Mona Lisa és az ő mosolya is köszöntötte a látogatókat a hétvégén. Persze nem a festmény eredetijét, hanem annak reprodukcióját láthatták Jászberényben. De nem csak a híres portré köszönt vissza a tárlaton, az angyali üdvözlet a hölgy Hermelinnel, vagy a sziklás Madonna, és természetesen Leonardo, ugyancsak közismert önarcképe, valamint találmányainak, újításainak néhány darabja is. Utóbbiakat egy kortárs olasz mérnök csapat Da Vinci eredeti rajzai alapján építette meg, olyan anyagokból, melyek Leonardo idejében is elérhetőek voltak. Szárnyakat akart adni az embereknek, ezért számtalan repülőszerkezetet tervezett és épített, ezek a mai repülőgépek, helikopterek, siklórepülők elődei. De számos hadászati berendezést is tervezett, például a sorozatlövőt, vagy az óriás számszeríjat. A golyós csapágy, a hidraulikus fűrész, vagy éppen az emelő daru pedig számunkra is ismerős eszközök. Pedig a zseniális művész feltaláló, a reneszánsz polihisztor mindezeket a 15. században álmodta meg és valósította meg. Minden idők egyik legnagyobb festője, hadmérnök és tudós is volt, illetve nem utolsó sorban lerakta a modern anatómia alapjait. A Vándor kiállítás 2019. áprilisában érkezett Magyarországra. A világjárvány kényszerpihenője után pedig ezen a hétvégén a jászberények tapasztalhatták meg Leonardo 500 évesen is friss és korszerű szellemét.